Immár száraz lábbal kelált az úton ez a macska az más utcán. Itt is elkészült az új utcai csapadékvizelvezető árok. A nemrég telepített betonelemek gyorsan el tudják vezetni a csapadékvizet a területről, így az nem folyik be a családi házak kertjébe. A település polgármestere azt mondta, nagyon nagy gondot okozott a belvíz a faluban korábbi években nagyon sok problémánk volt a belvízzel, ezt a más utcában gyakorlatilag szinte nem is volt csatorna, tehát egy nagyon minimális csatorna rendszer volt, ez most meg lett beítve, illetve ki lett alakítva. Nagyon fontos volt az is az, elvezető csatornának a kikotrása, mert ez is fontos, hogy nem csak összegyűjteni a a, 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 a csapadékvizet, hanem el is kell innen a falu településre szállítani. Az igazság a tavalyi év ez nagyon szárossági volt, itt nem volt gondunk csapadékkal, de most már, most is ez a jelentős, itt az évvégi esőzések már, már gondot jelentettek volna a településünknek. Ez az a medence, ahova összegyűlik az utcai elvezetőből az eső. Innen a mezőgazdasági területekre megy a víz. Látszik, hogy milyen volt a földút a településen a csapadék elvezető kiépítése előtt. A beruházást top forrásból finanszírozták. Ez bruttó 319 millió forintos beruházás volt, ami gyakorlatilag maga, maga fogja ennek a két utcára részleges csatorna felújítását, illetve egy elvezető ároknak is, vagy elvezető befogadó csatornának is a, a kikotrását részleges felújítását. Ebben a beruházásban két utcában a Petőfi és az Eszet a más utcában készült el az elvezető rendszer. Az önkormányzat azt tervezi, hogy idén szintén pályázati forrásból újabb utcákban is kiépítik a hálózatot Barabáson.